Szomorú vasárnap, nem mész a plázából. Templomba terelnek Lázárok, Lázárok. Már majdnem 64 ezeren látták a YouTube-on Seres Rezső világhírű dalának átköltött változatát. Körülbelül fél éves láger témája a közéletnek, hogy egyszer csak nem nyitnak ki az üzletek a hét utolsó napján. Mégis sokakat váratlanul ért tegnap előtt a valóság. Mobiltelefonomat szerettem volna intézni. És akkor most? Csak összehasonlításképpen, így nézett ki szombaton egy hipermarket parkolója. Egy napra rá, mintha ciánoztak volna. Talán záróra után ilyen kihalt egy pláza, üres mozgó lépcsők, lehúzott redőnyök. Tizedesen nyitott ki a bevásárlóközpont üzleteinek. Nem jó látvány. Nem örülünk neki. Az emberek ki vannak izéve. Nem tudunk vásárolni semmi. A tájékozottabbak vagy szerencsésebbek persze nagyobb sikerrel jártak. Aki egy nyitvatartó piac felé vette az irányt, az nem csak az éléskamra hiányzó tételeit tudta pótolni, hanem leckét kapott a kereskedői leleményességből is. Bennünket is meglepett, mert korábban ez nem volt nyitva. Az egész piac le volt zárva egy virágsor kivételével, az összes üzlet, emelet, földszint, minden zárva volt. Megcserélte a nyitvatartási időket egy zöldséges is. Hallottam, hogy itt nyitva lesz, na mondom, akkor jó van, jövök erre. Jövögettek. Örülnek, hogy nyitva vagyok, mert a környéken nem igen van nyitva semmi, és hát meg vagyok elégedve. Szerintem ez így jól fog működni. Most jutott az eszembe, hogy a lányom mondta, hogy hozzak neki ezt a csalamádét, csípőset, és mondom, gyorsan eltaladok. Az ügyesség képzeletbeli ranglistáját eddig azok a települések vezetik, akik a hírek szerint fesztivállá nyilvánítanák magukat. Az ilyen eseményeken ugyanis vasárnap sem kell zárva tartani, a Nemzetgazdasági Minisztérium értelmezése szerint. Nyitott bejáratokat találtak a vásárlók a világörökségi területeken is. Ha a tulajdonosok a többletbevétel, a dolgozók pedig a vasárnapi pótlék miatt örültek a kivételezett helyzetnek, már csak körülbelül másfél hónapig tehetik. Egy módosító javaslat kiterjeszti a törvény hatályát az itt található üzletekre is. Ha én ott ülök a szavazók között, én meg sem szavaztam volna. Megmondom egész őszintén. Ez egy kicsit ilyen erőltetett politikai nyomás alatt volt, és én biztos vagyok benne, hogy ennek lesznek korrekciói. Lesznek. A megkérdezettek közül a legtöbben elvi okok miatt kárhoztatták a boltbezárást. Nem érint engem, mivel nyugdíjas vagyok, de ne szóljanak bele az emberek dolgába, hogy mikor akarnak vásárolni. Szomorú vasár.